12. perc, gól nélküli állás. Hoppá, Égert becsapta a labda. Óriási helyzet is, meg is van a vezetés Rudolf góljával. A 12. percben vezet a Győri Eto FC. Nem akkor átpattant a labda, mint amire Iger számított. Itt érkezik szemből, lendületből Rudolf, ott már Égernek nem volt esélye, hogy befogja. Molnár tehetetlen, Rudolf második gólja ebben a szezonban. Lendületből jött, és ez volt a döntő.